Kedves nézőink, tisztelt polgármester úr, tisztelt püspök úr, nagy szeretettel köszöntöm Önöket innen Székesfehérvárról, a Városháza dísztermében, az első adventi vasárnapi ünnepségen. A múlt évben ilyenkor a Városház téren álltunk, sokan vártuk együtt, hogy fellobbanjon a város koszorúján az első adventi gyertyának a lángja, hogy aztán felragyogjanak a díszbe öltözött belváros fényei is. Hallgattuk a több száz kisdiákot, aki a kisangyalok karában a jól ismert szeretett karácsonyi dalokat énekelték. Sült gesztenyek, kürtös kalács és forradbor illat lengett a tér felett, ismerősök találkoztak, beszélgettek, a gyerekeket, a kisdiákokat a vonat zakatolása vonzotta a karácsonyfa közelébe. Idén sok tervünket írta felül az apró, de láthatatlan, de annál erősebb vírus. A járványhelyzet miatt a fehérvári advent sem valósulhat meg a megszokott formában sajnos, de a két évtizednél is régebbi hagyomány nem szakadhat meg. A városnak idén is van adventi koszorúja, ha vasárnapoként délután 5-kor bekapcsolódnak majd a közvetítésekbe, akkor, ha csak virtuálisan is, de most is együtt készülődhetünk a karácsonyra. Az előírásoknak megfelelően a kórusok, illetve a népes szereplőgárda fellépését megakadályozza a vírus, így most egy szép vers teszi teljessé a meghitt pillanatokat. A 2019-es versünnepen második helyezést elért Csengei Márton következik, a Teleki Blanka általános iskola és gimnázium diákja, Dzsida Jenő Közeleg az emberfia című versét adja elő. Dzsida Jenő, Közeleg az emberfia. Tudom, hogy közeleg már a jó emberfia, aki nem tőlem, és nem tőled kap életet. Néhány pásztornak, akik sohasem öltek nyulat, nem hordoznak emberölő szerszámot, megjelenik az angyal, és megjelenik a csillag, és megtelik dallal a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre, és tudni fogjuk, hogy ő az. Eljönnek az acéltröztök fejedelmei, a petroleumbrányák frakkos császárai, s könnyel a szemükben letérdelnek elé. Mert ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, legerősebb leszen a karja, és szelíd arcáról ragyog az örök építők acélos vidámsága. Ő megmutatja minden vándornak az utat, minden töprengőnek az igazságot, minden haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza nekünk a gépek dalának igazi értelmét. Megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt, legsajgóbb szavait. És mosolyogni fog, és kék, fehér galamb fog ülni a vállán két felől. Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont. Nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, mert a mosolygás nem én vagyok. Ma még sötét van, mert nem jöttem a világosságnak, hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. Már közeledik az éj, mely szüli a hajnalt. Eljön ő. Minden bizonnyal eljön. Most pedig megkérném Spányi Antal püspök urat, hogy köszöntse a nézőket advent első vasárnapján. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm polgármester urat is, szeretett városunk minden polgárát abból az alkalomból, hogy néhány perc múlva a város adventi koszorúján föllobban az első gyertya lángja, és erre meghívta a polgármester úr a várost, a polgárokat, ünnepeljük együtt. Ha nem is úgy, ahogy megszoktuk, de ünnepeljünk valamiféle virtuális közösségben, ünnepeljünk az online közvetítésbe belekapcsolódva és egységet alkotva. Itt van ennek az esztendőnek is az adventje.
egy nagyon varázslatos, nagyon különleges, nagyon szép időszak. Tele van készülettel minden ember szíve. A kicsik talán számolják, hányat kell még aludni karácsonyig. A felnőttek törik a fejüket, mi mindent kell véghez vinni, mi mindenről nem szabad megfeledkezni, hogy az ünnep igazán szép legyen, teljes legyen, és abban az örömben teljék majd, amiben mindannyian azt megálmodjuk önmagunknak. Elérkezik az advent. Üzenete 2000 óta ugyanaz. Várjuk az eljövendő megváltót, várjuk a szabadítót, visszaemlékezünk azokra a régi időkre, amelyek Jézus születése előtt voltak, és készítjük az Úr útját szívünkbe és lelkünkbe. Próbáljuk az életünket fölkészíteni a Jézussal való találkozásra. Vagy ha úgy tetszik, próbáljuk az életünket megtölteni, föltölteni szeretettel, hogy a szeretet megélésével tudjunk megújulni, és tudjuk megújítani egész környezetünket. Ennek az adventnak jól kialakult rituáléja van. Régen elmentek Roráte misére az emberek, megvolt a maga étkezési szokása, böjtöket tartottak, aztán az idő múlásával megmaradt a Roráte mise, a böjt talán kicsit kevésbé jellemző, de ott van mindannyiunkban az egymás keresése, a közösség megélésének vágya, ott van mindannyiunkban az, hogy jó tudnunk magunk körül a szeretteinket. Ennek az esztendőnek ez az adventi útja más lesz. Nem azért, mert meg akarjuk változtatni ezeket a megszokott utakat, körülményeket, hanem azért, mert a körülmények nem teszik lehetővé. Felelősen gondolkodunk, vigyáznunk kell nem csak önmagunkra, hanem szeretteinkre és minden emberre, és most megfelelő távolságot tartva próbáljuk meg ezt az ünnepi időszakot megélni. De az utat végig kell járni. Most talán elsősorban egy belső út végigjárása az, amire meghívást kaptunk. Végig kell járni az utat, de szívemben, lelkemben, bensőmben, végig gondolva emberi kapcsolatainkat, ünnepeinket, végig gondolva mindazt, amit megtéve, megcselekedve eljuthatunk karácsony szép ünnepére. Ez a belső út járása nem könnyű, senkinek sem könnyű. De velünk van az az Isten, akit mi szeretünk és hiszünk, velünk van, megtapasztalhatjuk azt a szeretetet, amely erőt ad nekünk, és átsegít minden nehézségen, hogy együtt túljussunk minden fenyegetettségen, minden veszélyen, és egyszer igazán szabadon, újra örömben, békében, szeretetben tudjuk egymást is ölelni. Hogy mielőbb így legyen, hogy karácsony igazi öröme eljöhessen hozzánk, imádkozzunk el most mindannyian egy-egy mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A felénk közelödő és szívünkbe otthont kereső Úr, legyen velünk advent mindennapján. Spányi Antal püspök úrnak köszönjük szépen a gondolatokat, a folytatásban pedig felkérném dr. Cserpalkovics András polgármester urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt püspök úr, tisztelt kedves fehérváriak! Köszönöm szépen püspök atyának kedves gondolatait, és köszönöm imáját, amivel így közösen elindíthatjuk innen a Városháza dísztermében a fehérvári adventet. Azt az időszakot, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy egy közösség életében mindig az egyik legszebb időszak minden adott esztendőben. És ez idén sem lesz másként, függetlenül attól, hogy bizonyos hagyományainkat máshogy élhetjük meg, mint ahogy azt egyébként megszoktuk.
De nem felejthetjük, hogy alapvetően ez az időszak a várakozási, a felkészülésé. Sokszor mondják, hogy a belső elcsendesedés adja meg ehhez a legjobb lehetőséget. Azt hiszem, hogy most erre különösen van lehetőségünk, de nem csak lehetőségünk, hanem szükségünk is. Ez a 2020-as esztendő, ez teljesen máshogy alakult, mint ahogy gondoltuk azt az év elején. Amikor boldog új esztendőt kívántunk egymásnak, akkor biztos vagyok benne, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy mi vár ránk ebben az évben. Igen, megpróbáltatásokat jelent ez az esztendő, de ebből én azt kérem és javaslom, hogy most ne azt a következtetést vonjuk le, hogy szomorkodni van lehetőségünk, és van okunk a következő hetekben. Nem. Ugyanúgy van lehetőségünk advent szent üzeneteit megérteni, ugyanúgy van lehetőségünk készülődni, felkészülni a szeretet ünnepére. Mert hát, ha ebben az időszakban másra nem is, egészen biztos, hogy az egymásra való odafigyelésre lesz lehetőségünk, de lesz szükség is. Szükség van arra, hogy a másikra figyelve, egymás segítve tudjunk karácsony szent ünnepére készülni. Amikor tegnapi nap felkapcsoltuk a város diszkivilágítását, akkor azt láthattuk, hogy az emberek hirtelen jöttek a város, belváros különböző szegleteiből, nézték a fényeket, láttunk sok-sok kisgyermeket. Amikor ma délután jöttem ide a Városházára, ugyanígy sok emberrel találkoztam. Miért? Mert ez az időszak varázslatos. És ők bizonyították tegnap, és ma is, és biztos vagyok benne, hogy így tesznek a következő hetekben is, hogy ez az időszak minden évben különleges. Körülményektől, egyéb viszonyoktól azt hiszem, hogy teljesen független ez. Az adja az advent és karácsony csodáját minden esztendőben, és 2020 évben is. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak most azoknak az embereknek, akik az elmúlt hetekben sokat tettek annak érdekében, hogy hagyományunkat megélhessük, hogy a város valóban ünnepi díszekbe öltözhessen. Ők ezt azzal a szeretettel és kedvességgel tették, hogy reménykedhettek, és azt hiszem okkal reménykedhettek abban, hogy az embereknek örömet okoznak, mosolyt csalnak majd az arcukra, arcunkra, és ezáltal ebben a nehéz évben mégiscsak boldog utolsó hetei lesznek ennek az esztendőnek. A város felkészült erre, valóban ünneplőbe öltözött, de ne felejtsük, hogy alapvetően ezek a külsőségek igazán arra valók, hogy segítsenek bennünket a bensőnkben is az ünnepre felkészíteni. Most valóban bensőségesebben tehetjük ezt. Úgy, hogy talán az adventi üzenetnek igazán megfelelve kicsit elcsendesedjünk. Mert egy belvárosi séta is most csak csendes lehet. Nem lesznek rendezvények, nem lesznek koncertek, nem lesznek programok. De a szépsége ennek az időszaknak ugyanúgy meg lehet, hiszen alapvetően bennünk kell, hogy ez kialakuljon. Törődjünk családunkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel. Kicsit másként, mint megszoktuk, de ugyanúgy szeretettel, és ugyanúgy egymással békességben, egymásra odafigyelve. Amikor most elindítjuk az adventi időszakot, én abban a hitben és reményben teszem ezt itt Székesfehérváron, hogy sikerül a következő hetekben a mosolyt oda csalni az emberek arcára. Azban a reményben indítjuk el az adventi időszakot, hogy békességben tudunk felkészülni, várakozni karácsony szent ünnepére. Kérem most püspök urat, hogy közösen gyújtsuk meg ezt a bizonyos első gyertyát, és kérem, hogy önök ugyanezt tegyék otthonaikba, most is, majd a második, harmadik és a negyedik adventi vasárnapon is. Kedves nézőink, köszönjük Önöknek, hogy velünk töltötték ezeket a perceket. Ha tehetik, jöjjenek be a belvárosba, tegyenek egy sétát, nyilván minden szabályra figyelve, minden szabályt betartva. Mutassák meg a gyerekeknek a kis vonatot, hogyha dörvendezenek neki. Figyeljék a közösségi oldalakon a híreket, akár a város weboldalán, egyébként a www.székesfehérvár.hu weboldalon, vagy éppen a város Facebook oldalán.
illetve a Fehérvári Programszervező Kft. Oldalát is érdemes figyelni, hiszen naponta lehet látni a régebbi adventek kapcsán összeállításokat óvodások, illetve iskolások műsorából, tehát ezt is érdemes mindenképpen megtekinteni. A város honlapján pedig december 1-től minden este 19 órától megnyílnak virtuálisan az adventi naptárak egy-egy ablaka egészen december 24-ig bezárólag, és természetesen jövő héten vasárnap 17 órától ugyanígy várunk mindenkit élőben a Fehérvár Televízióban, illetve a város weboldalán, a www.székesfehérvár.hu weboldalon a második adventi gyertya meggyújtására, viszontlátásra.